az egyik legnagyobb kihívása az elmúlt 21 néhány évnek az, hogy pontosan az a műszaki középértelmiség, amelyik nélkül nincs igazán gazdasági növekedés, nincs igazán ipari fejlődés, az hanyatlóban volt Magyarországon. Azt látom, hogy ez az iskola, ahol itt most látogatást tettünk, a Lukács Sándor iskola, az élen jár abban, hogy most már növekedik a tanulólétszám, és az átállás a duális képzésre, ez a dolognak a lényege. Tehát az, hogy a gyakorlatnak és az elméletnek az aránya megváltozik, és az egymáshoz való viszonya is, az első perctől már a gyakorlati oktatásban az ipari létesítményekkel, a gyárakkal együttműködésben fejlesztik a képzést és képzik a diákokat, úgyhogy itt ez egy, azt is mondhatnám, hogy mintaprojektnek tekinthető, hogy ezt ma divatosan szokták mondani. Aztán van a másik átállás, amelyik minden iskolát érintett, az érdekes most itt, hogy a Klebersberg intézményfenntartó központba való belépése az iskolának az segítsége, megvan-e a stabilitás, jó sikerült-e, úgyhogy ez volt a második tájékozódási pont. És itt világos, hogy a szakiskoláknak, a szakképző intézményeknek, szakközépiskoláknak olyan speciális finanszírozási rendszere van, képzési rendszere, hogy arra külön oda kell figyelni, tehát nem lehet az általános iskolai rendszerrel együtt kezelni, hanem egy külön figyelemre szorul, úgyhogy ezt meg is fogják kapni. Tehát még tokmánykulcs még van? Van. Ezek egy kis osztrák. Nagyon megbízható. Ja, a dolog két irányú, mert azért jött ide az Audi, mert itt volt egy műszaki tudás, tehát itt nem csak mérnökök, hanem szakmunkásokban is volt olyan tudás már, amire ide lehetett jönni, hiszen Győrben a gépgyártásnak, járműgyártásnak nagyon komoly tradíciói vannak. Ez kell a modell legyen másütt is, tehát az oda települő ipar az vonza a műszaki tudást, és a meglévő műszaki tudás pedig vonza az ipart, és az infrastruktúra fejlődésével oda még el is kell jutni. Tehát szerintem ez egy nagyon lényeges dolog, hogy ezt a két dolgot így össze tudjuk kapcsolni. Vannak ma Magyarországon egyébként olyan területek, ahol az ipar eltűnt, vagy visszaszorult, ugyanakkor megmaradt ez a műszaki tudás, és ezt a kettőt összekötjük nyilván a keleti piacok felé nyitásban. Én Miskolc környékéről származom, hát tudom, hogy ott ez egy nagy gond. Ott például a kínaiak, a koreaiak megjelennek, akkor ott is össze tudjuk kötni az ipari kapacitást, meg a képzési kapacitást, mert ez az országnak a jövője, meg az adott régiónak a jövője is. Egy gyakorlatban például egy anyagmozgatás, egy futószalagról jön egy anyag, érzékeli, akkor az egyik enged az kitártolja egy másik pozícióba, majd a másik enged... Valamifajta robottechnika. Igen. Azért a magyar az elég konzervatív abból a szempontból, hogy nem szívesen vált lakóhelyet, tehát hogyha ide jönnek képzésre és visszamennek Kelet-Magyarországra, az lenne az ideális állapot, tehát arra nagyon kell vigyáznunk, az ellen nagyon kell küzdenünk, hogy az országnak egyfajta perifériája az ne szakadjon le, tehát az a aránylag kis ország, vagy közepesen kis, vagy közepesen nagy ország, Magyarország a Kelet-Nyugatnak a szétszakadása az egy komoly veszedelem, tehát most a vállalkozási körzetek kialakításával a hátrányos helyzetű régiókba úgy tudjuk a vállalkozásokat adókedvezménnyel erősíteni, hogy azokon a területeken is, ahol egyébként nincs ipar, legyen. Tehát a kelet-nyugati kiegyenlítődés az nem úgy érdekünk, hogy a nyugat elszegényedjen, hanem hogy a kelet erősödjön, gazdagodjon.